Jó reggelt! Oh, ez a macska banda. Hát maguk? Jackie Chan volt. Macska banda. Készülök. Jó reggelt. Reggel van. Reggelfej. És... valaki bejött. Fürdesz, drágám. Engedjék vizet? Azt hiszem, kiszaladnál a világból. Tudom, hogy te is azt be akarsz menni, csak te kivárod a megfelelő pillanatot. Na. Jó reggel, fejt. Most keltem nem régen. Annyi, hogy fogad mostom. Felöltöztem. Még az arcommal kell kezdeni valamit, meg a hajammal. És akkor indul is a nap. Mit suttogok? Mint szomszéd, hogy hallja, meg a hallanása érdekelne. Halló, szia! Ugye 4 óra van. 59. Egy perccel hamarabb bajtam a melómat. 4-ig szoktam magamnak, úgyhogy ha van olyan, hogy úgy megmondom magamnak, hogy na most eddig fogsz dolgozni, akkor általában úgy 4 óra. Egy perccel hamarabb nem bírtam tovább ott ülni, mert már a hátam beszakadt, a kezem leszakadt, a lábam bedagadt, szóval torna van most. Tornáztam egyet, szó szerint átmozgattam magam egy kicsit. Ragnar meg a Leilájuk meg elmentek a... mondjad hova? Gasztróra, a gyerek gasztroenterológus, szóval oda. Hú, mekkora döglégy van ott, azt a... de mindegy. Elmentek vissza a gasztroenterológiára, mert... ugye Leilának, hogy mondta a doktornő, hogy terheljük vissza a laktózt is, és hát, hogy nem terheljük, hanem hogy laktózmentest adjunk neki, és sajnos nem jó neki, szerintem adtuk. És most ez véget. E véget kértünk időpontot, jó múltkorában, és mostanra kaptunk. Én ugye nem mentem Ragnarra, mert meg Leilával, mert én ugye ki vagyok onnan tiltva, mert csúnyán viselkedtem a múltkor, és a doktornővel szemben. Nem értettünk egyet, és nem vagyok kitiltva, csak jobb, ha nem megyek, inkább úgy mondom, én tiltottam ki magam, mert nem vagyok egy rossz természetű ember, higgyétek el, de ha a gyerekeimről van szó, akkor mindent tudni akarok. És hogyha nem megfelelő a tájékoztatás, akkor harapok. Nem ütök, nem rugok, csak harapok. Hangosan harapok. A cigányosan. Ennyi. Na, szóval ők most ott vannak, 4:20-ra van időpontjuk, nemrég mentek el, Geri is itt volt dolgozott, őt is vitték magukkal, holnap meg, ma van hétfő, holnap kedd, holnap pedig megyek kész a szemüvegem, és megyek, kifizetem a másik felét is, nem baj, elhozom. Aztán vinni kell holnap a Lexit, mondjátok mire? Hát elvesztik a lányosságát, holnap lesz neki a műtét. Nem lézeres sajnos. Itt azt hiszem nem csinálják a lézeres műtétet, mert akkor sokkal egyszerűbb lett volna. Mindegy, pont jó, mert ma indult el útnak a fizetés, holnapra ér ide. A vállalkozók vagyunk, de ugye a külföldi munka is úgy jön, hogy a külföldről érkező összeg is kérhetjük úgy, hogy hetente utalják, általánosság volt az a divat, hogy hetente van fizetés, de kérhetjük úgy is, hogy 2 hetente vagy havonta, tehát mi havonta szoktuk kérni, mert az a biztos, inkább egybe, nagyot, mint többe, kevesebbe. Aztán pont jól is jön, mert így akkor nem kell megtakarításhoz nyúlni, hogy kifizessük a Lexinek a műtétjét, nem is tudom mennyibe fog kerülni. Kérdeztem Ragnárt, mert ő volt megbeszélni a doktornővel, de azt mondja, hogy elfelejtette megkérdezni. Hát mondom, azért csak jó lett volna tudni. Ha mindegy, majd meglátjuk holnap, hogy lesz, majd beszámolok róla. Még most mielőtt befejeztem a melót, gyorsan átolvastam a híreket, így átfutottam egy pár főcímet, és akkor írja, hogy halálos fűszer, ami sok háztartásban megtalálható. 2 fűszer. Mi az? És írja, hogy a sáfrány 20 g felett
már halálos gyerekeknek, meg még az alatt is. Minek árulják akkor? Miért árulnak sáfrányt egyáltalán? Én sose vettem, meg soha nem is fogok. Illetve a Szerecsen dióról írja azt, hogy nagy mennyiségben hallucinációt okoz. Jó kis drog. Ó, egy repcsi így húzza fel a csíkot, bocsi, csak kilestem pont a teraszajtom. Szóval így ledöbbentem ezen a sáfrány dolgom. Még a Szerecsenen nem is, mert hát egy kis vidámság néha jó jön az embernek, de te abban éppen nem fogsz meghalni, hogyha megeszed, ha túl sokat eszel, hanem egy kicsit vidámabb leszel, vagy halucinálsz, vagy butább, vagy nem tudom. Ja, úgyhogy ennyi a történet, gondoltam, gyorsan bejelentkezek egyet. Ezután, amíg nem jönnek, és hát addig azért nem fogok itt beszélni, amíg nem jönnek. De gondoltam, majd meglátjuk. Na jó, majd szerintem iszok valamit. Ezt a múltkor rendeltem a Bonfriről, nem mutattam meg, nem tudom miért nem. Ja. És volt rajta egy ilyen pánt. Szóval ez így lenne, és akkor itt nőtt ki belőle egy ilyen pánt. De a pánt az itt lötyögött, tehát teljesen le kéne rángatnom mellék, hogy ez a pánt pont jó legyen itt. Fogtam az ollót, azt levágtam a picsába, nem kell az oda nekem minek. Ja. Úgyhogy megoldottam. Még van belőle egy világos kék is. Azt hiszem világos kék. Kék? Hát valamilyen kék. Nem emlékszem. Aki van most, vagy el van téve. De hát ki van rajta? Hát Mini és Miki barátaim. Úgyhogy olyan vagyok, mint egy hülye gyerek. Komolyan mondom. Egy nagy, nagy melák, egy nagy felnőtt gyerek. Tehát addig jó, míg olyanok vagyunk, nem? Ah, jó van. Na, megyek iszokom. Szóval pusztulok. Ezt a eperet iszogatom. De nem is tudom, hova tettem, szerintem behajtom dolgozóba. És ki is hozom. Ágika ajánlotta. Hát nem tudom, Ágika hol van, mert ágy... Jó ideje, hetek óta nem ír kommentet, remélem nincsen semmi baja. Bocsi, bejöttünk a sötétségbe. Ja. Oké. Egész nap rajzoltam. Ja, megmutatom. Hát megmutatok egy párat, ha már így összejöttünk. Csináltam ilyen cuki hóembert. Hát melyen a teletéret a gyerek mintának. Akkor lámba is csináltam, kicsi lány sapkával. Hát persze pojtos sapkával, vagy mi a franc. Hát akkor ilyen cukiság. Cuki-cuki. Hát meg mindenfélét is. Cukirén szarvas, olyan helyes, ugye? Legalábbis neked nagyon tetszik. Csináltam pinkbe és nézed, milyen aranyos. Tök jó. Meg szoktam így rajzolni, itt vannak külön rétegekbe, külön a szemek, aztán összedrakom. Ez nagyon jó. Procreate-be dolgozok, és ez valami iszonyat jó ez a program. Szóval nagyon jó. Ja, szeretem. És tök jó. A szépek a színek. Na, most meg vagyok magammal elégedve, mondjuk azt. Akkor csináltam még, hát sok mindent. Hát ilyen karácsonyfát, ilyen mit tudom, egyszerűt. Aztán havasat. Aztán még mindent is. Mindjárt. Rengeteg télapófejet csináltam, aztán csak a sapkával kell összehozni Csóringert. Akkor csináltam ilyen kis traktort, viszi a karácsonyfát, meg majd rakok ide be hóembert, meg télapot, meg mindent, és akkor ilyen össznépi zsivaj lesz. Szóval most ezek a kedvenceim, kis traktorjaim. Ja, ez jó lesz szülinapinak is, névnapinak, kovis jelnek, akárminek, értitek? Tök jó. Na hát ez erők, álljó magamtól. Nem, csak annyira szeretem őket, annyira szeretni való kis dolgok ezek, hogy... Ja, úgy nagyon. Ja, úgyhogy csináltam sok mindent is. És akkor könnyen össze tudom rakni. Itt egy télapó, egy kokonos arca van neki. Na, mondjuk itt egy télapom, és akkor rakok be magamnak. Rakok be egy pillanat.
fölvész, és a saját táj, pedig nem mutatom, mert itt vannak a saját dolgaim. Azt mondja, hogy mindjárt. Na, szóval itt egy télapó, és akkor raktam be, illesztek neki ide egy sapkát, és akkor tök jól össze lehet játszani vele. Az, hogy ráilleszted többféle színbe, és akkor mehet is eladásra. Isten áldjon, hozzárakod a testet, kezet, fejet, változtatod a színeket. Na, mindegy is különben, csak gondoltam. A kicsit mutatom, hogy még dolgoztam ma, meg tegnap, meg azelőtt. Kicsit le vagyok maradva ezekkel a karácsonyosokkal, van már tavalyról, de minden éven tudjátok frissíteni kell a dolgokat, mert ha nem frissíted, jaj, lekapcsoltam, hol a iszikám, akkor nem frissítjük a dolgokat, akkor tehát mindig van új dizájn, amit szeretnek, meg kell egy kicsit mindig frissíteni. Ja, úgyhogy ezen dolgoztam ma. És akkor most várom a többieket haza. El se dőlök, nehogy elaludjak, mert nagyon fáradt vagyok. Szép az ég. Nem mutatom meg. Most köcsögölök. Na jó. Már hogy azt higgyétek, hogy valamelyik nap letakarítottam a létszert az ablakról, de letakarítottam, csak akartam. A számjár csak. A terpe volt, csak valami miatt elmaradt. Rengeteg a légy odakint. Ja. De hát ez van. Nos, 5:30 van már, majdnem 3:45. Már jöhetnének lassan, mert hát 4:20-ra volt időpontjuk. Hát lehet nem tartotta be a doktornő. Jacket kerestem égen földön. Hát ez itt koslat. Nem is akar kijönni. Jó ott neked? Gyerek szoba, hagyjuk is. Úgyhogy most honnan jönniük kellene. Szia, Lexi! Tehát mindjárt. Jaj, már mindjárt kezdődik, ha éhes vagyok, duma, pedig ott a kaja. Jó. Nem tudom, hol vannak. Kimostam cipőket is tegnap. Kapucsokat. Jó, egy még kint van, az be kell hozzam. Száradjanak, de hát... Ja, jó illata van még. Lejelnek is szép lett a cipője. Jó, az oldala is tiszteletek volt. Én nem súrolom. Én ráfújom azt a foltisztítót, viszont látásra nem szépen lehozza. Kéne nekem egy papucs. Vagy valami ilyesmi, mert... Ó, itt a papucsa. Ki kell mennem behozni a Lailának a cipőjét. Kicsit odasütött a nap is ki lett rakva. Mi van, Lexi, jössz velem. És most már odakint füst van, mert a WC-be éreztem, itt volt az abla, hogy füst van kint. Kapcsoljuk fel a kinti jelentem, hogy semmit nem ér. Ha mindegy. Nem támad be egy légy se. Fú, de füst van, de büdös van. Na. Azt hiszem, ezt is kimostam, mindent is. Vigyázz, Lexiként, nem szabad kijönni. Fúgai, vizes. A szállítóban nem, és hát beraktam kísérletképpen, de 5 perc után kivettem, mert annyira kolompolt benne. Ja, visszamennek oda. Visszarakom, ez is nagyon szép lett. Hát szerintem jobb lett volna az egész ilyen bézs színű. De gyönyörűen lehozta az a foltisztító a mocskot, még fű is volt rajta. Na, hogy mutassam, hogy lássátok. Szóval tényleg szépen kimossa. Na, de a papucsomat mutassam már. A kis pöttyest imádom. Még ennek is a belseje egy kicsit medves. De hát, kibánja. Gyertek ma hazafelé. Itt dolgozott a Gergőm is, úgy látom, hogy így maradt minden is. A megtépázott dísz, ugye? Ezt meg csinálok egy kis világítást. Majd csináljak, odaként lekapcsoljuk. Jaj, sose tudom, annyi kapcsoló van itt, hogy melyik. Imádom ezt a függőt, és tényleg, hogy milyen olcsó volt, basszus. Fogok venni. Bentre és a szobába is ilyet fogok venni, és nem vágatom el. Hagy lógjon, nem? Na, ki kell néznem, mert most már idegesít, hogy miért nem jönnek. Attól mondjuk hamarabb jönnek, hogyha nézem. Nem hiszem. Kilessünk. Megnézzük, mi van odakint.
kis kurszától. Imádom, ennyire szeretem. Ezt is, ezt a legújabb szerzeményemet, ezt a macska kiállításos, de ezt már mutattam, azért már csillog. Nagyon füstöl. Hát ennyi a kinti fény, nem sok minden. Meg semmit nem látni igazából. Remélem nem esek el. Tapítos van. Ott a hold. Ú, de szép. Hidegnek nincs hideg. Ott meg már karácsony van. De egyébként elmondom, hogy egész nyáron ment a kinti karácsonyfa világítás. Annál a családnál, de hát nem baj az. A fény vonzza az energiát az oszlopba. Ó, meg is nézem én a gyerek nyomkövetőn, hogy hol járnak. Nem, be van állítva a nyomkövető. Minden az egész család egymásnak. Tudjuk, hogy hol járunk. Nem is szoktam nézni, eszembe se jutott. Most igen. És akkor el kell kint állnom. Nem? Hol a telefonom? Itt vagyok. Hol vagyok? Telefon, telefon. Telefon, itt lekapcsoljuk a villanyt, nem kell, csökkentsünk le. Mindjárt beállítom én, és megnézem, hogy hol jár az uram. Meg a gyerekem. Ja. Oké. Azt mondja, hogy lokátor. Van a wifi-m? Van. Mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy 3D-be akarom látni. Azt mondja, hogy a fűhőn van. Miért van ez a fűhőn? Mi van? Az a szemüvegemet, ez nem... valami nem stimmel fel. Az egy közepén mutatja a szántás közepén, gyerekek. Komolyan. Nézzük csak. Itt mutatja, hogy itt van. Hát hol? Kis bajcs. Na azért. Akkor is ott mutatja. Bement a szántásba. Ha mi van? Mi történt? Na jó, felhívom. Na jó, van, megvan az uram, csak meghűlt a rendszer. Valószínűleg, mert felhívtam a Leilát, és mondta, hogy ott vannak. Azon a környéken, ahol én láttam őket, csak nem a mezőn, hanem az úton. Úgyhogy mindjárt itt vannak. Megállt a szívverésem, komolyan mondom. Mert még azt is lehet látni, hogy megy az autó, és megáll mondjuk egy piros lámpánál a 3D-sen, tehát hogyha Győrben van, akkor látom mondjuk ott van a Gergőnek az utcájában, és az út végén van egy lámpa, és hogy elindul az utcáról, látszik, hogy mozog a pötty, meg a feje, és ha megáll a lámpánál, akkor látom, hogy áll az autó, és utána, amikor várt a lámpa, gondolom, akkor elindul. Szóval ez nagyon jó ez a dolog. Én nem akartam magamnak letölteni, de Ragnar meggyőzött, hogy jó ez, úgyhogy ezért ezt a gyerekfigyelő alkalmazást letöltöttük. Még ilyet. Na jó, most megállt az ütőm egy pillanatra. Na, megérkeztek. Megjöttek. A szervusztok! Jó, rám hoztátok a frászt a szántóföldbe. Bodond ez a rendszer. Jó, füst van. Hello. Hello, baby. Megijesztettél. Miért? Mert ott mutatott titeket a gyepen, a, hogy hívják, hogy nem mozog a kocsi, és ott vagytok benne a szántóföldbe. Fel is jelenteném, ha Amerikába élnék, biztos beperelném őket. És azt a utat azt mutatja? Majd megmutatom, mit mutatod. Szia, babám. Szia. Na, jó van, menjünk be. Hát úgy látom, a Leila kicsit elkeseredett. Nem vagy elkeseredett? Biztos? Mit mondtak? Hogy ne egyél már laktózmentesse. Igaz? Fél évig legalább laktózmentesse. És pont most találtunk olyan receptet a laktózmentes sajttal, a sajtos trúd, akkor a igen, igen, laktózmentes tejföllel a rakott. Hát jön megint a kokós sürítés. Csak. Nem, hát... De. De hát nincs valami növényi sajt majd. De ez rá ég.
Ráig. De majd kísérletezünk, kipróbáljuk, mert az, amit vettük, azt a vega baszomat, azt a drágát ott, ahogy hívják be, life, mit tudom én, milyen sajt, az kőkeményé válik a hő hatására. Hát, vagy maximum az, amikor megsült, akkor rá lesz elni, hogy ráolvadjon, mikor annyi. Forró. Csak a végén rátenni. Na jó, mindegy, megint írt egy papírt. 2023. decemberig, hogy ha esetleg megy valami táborba, akkor megkapja az étrendet. Se tejfehérje, se laktós, se semmi. Ja. Viszont látásra mehetsz fajat mosni. Ne nézzél itt! Mondtam neked tegnap fajmosás, azt mondtad, majd ma akkor ma mész fajmot. Mindent készíts elő. De. Vettek hazafelé menet valamilyen borzalmakat. Hát nem tudom, szóval ez most egy ilyen próba, aztán felejtős szerintem, mert én azból hiszek, amit én itt megsütök. Jaj, meg amit a Szafi összeállított, az biztos, hogy jó. Mert én annak tudom minden egyes összetevét, hogy mi van benne, és semmi olyan nincs benne, ami tartósítószer, ami... Ja, és négy napig mégis puha és friss. Meg jó is az a kifli, meg ja, a zsemmel. Nagyon finomak. Finom. Ja, nem baj, most próbálnak egy kicsit változatosság kedvéért, lehet pirítót csinálni, ja. Az kész, ott egy cula. Ott meg egy szexi. Ó, szexi voltál, volt. Szexi voltál, Jack! Meg Lexi, várják a vacsit. Éhes a hasad? Még korán ma... Jaj, de szereti. Úgy fürdesd meg a kibabát. Már most nem is olyan kispapa. Azt hogy morogtál rá, mikor megérkezett, igaz? Fújtál rá. Így szeretitek egymást, kispapáim. Úgy takarítsd meg mindenképpen, mert nagyon koszos ez a Lexi. Minden olyan helyre ment. De kis gondoskodó apuka vagy. Jó van, kibabáim. Na. Szóval akkor mi elbúcsúzunk mára, megvan a diagnózis, most már laktóz sem, laktózmentes sem, de hát ezt tudtuk, mi mondtuk a doktornőnek, meg ugye kaptuk is a papírt, hogy tejfehérre allergiás a gyerek, de laktózérzékeny is, tehát ugyanúgy, mint én, tehát a tejcukor se és a tejfehérje se mehet, ugye minden laktózmentesben van tejfehérje. És mégis azt mondta, hogy terheljük a gyereket laktózmentesen. Na, próbálkoztunk vele, mert azt mondta, hogy az ő szervezetük más, meg így, meg úgy, meg minden, próbáljuk, hogy tolerálja. Hát nem tolerálta. Nem jött be. Hát nem, de hát ezt gondoltuk is, úgyhogy most akkor szépen megmondjuk azt is. De nem baj, mert nekem se lehet enni, úgyhogy mégis akkor már kettőnknek nem lehet. Hármunknak, mert a Gerinek se. Teheted. Én lehetem. Nem minden tehetsz. Én sem mindent. Mert te is csak tojássárgáját tehetsz, meg... Te mégből milyen tejet? Én tudom én már. Úgyis azt teszem, amit tényleg. Oké. Nem fogok. Szia.